Október 15-én délután a Petőfi Sándor művelődési központban tartott kihelyezett ülést a Bácskiskun megyei Petőfi Emlékbizottság. Az eseményen Józan Ágota, projektmenedzser ismertette a megye Petőfi Emlékév keretében megtartott programjait. Az ülés kezdetén a megjelent emlékbizottsági tagok prezentációk formájában számoltak be arról, hogy mennyi programot valósítottak meg eddig az általuk vállalt eseményekből, projektekből. A kihelyezett ülést kiskörösen pontosan egy év és egy hónappal ezelőtt tartották. Maguk a résztvevők is megdöbbentek azon, hogy mennyi sikeres programon vannak már túl. Amikor elkezdtük ezt a Petőfi emlékévek szervezésén, én akkor azt mondtam a lányoknak, hogy minden napra jusson egy program. Szerintem ott tartunk, hogy hat jut minden napra, és hát nincs vége, hiszen arról beszéltünk majd, hogy hogyan tovább. És milyen ötletek legyenek a folytatásba? A kihelyezett ülésen a településvezetők mellett más szervezetek tagjai is képviseltették magukat. Számos szervezet, intézmény, cég érezte fontosnak, hogy tevékenyen csatlakozzon a megyei emlékbizottság munkájához mindenki, aki magáinak érezte annak idején a felhívásunkat, hogy minél többet von, minél több embert, minél többféle módon vonjunk be ebbe. Tehát például így kapcsolódott a Najman Egyetem Kecskemétről, de hát a levéltártól kezdve sorolhatnám még az Egyesületeket, úgyhogy mm, én nagyon örültem annak, hogy ennyien vagyunk és ennyien teszünk a tankerületekkel közösen, szóval nagyon-nagyon jó hangulat alakult ki, és nagyon jó munkakapcsolat. A jó együttműködésre szükség is van a települések között, hiszen még több hónap van hátra az országos Petőfi emlékévből közeledik tényleg Petőfinek a konkrét 200. születésnapja is. Hát már most elhangzott a tervek kapcsán, hogy melyik településen lesz 30-án, melyiken 29-én, túra, színház előadás, délután kettőkor, délután 5 órakor, 31-én a Petőfi szilveszter, ami most eddig is országos volt kiskörösön, de hát most, még most jóval nagyobb kihatású lesz, és, és, hát folyamatosan készülnek elő az újabb-nál újabb ötletek. Tehát most, amikor itt beszélgettünk, éppen mondtam a rengeteg túra kapcsán, hogy oké, okay, Petőfi is rengeteget ment gyalog, na és hogy ment még? Szekéren. Úgyhogy szervezzünk már szekértúrát is. A Petőfi 200 emlékév nem csak arra jó, hogy minél több rendezvényt szervezzenek Bácskiskumban, hanem segítségével egy olyan együtt gondolkodás alakult ki a települések között, mely előremutató, értékteremtő és a megyei identitást példaértékűen erősíti.